Nos, Albert, karácsonyi mese. Nagyapánk ott ült a kandalló mellett, s olykor egy-egy dugfa hasábot vetett a sziporkázó tűzre. A szűzdohány füstje kék felhőbe burkolt a pipázó alakját, ott, a nagy szoba végiben. Ezüstös szakállán olykor megcsillant a láng. Mi gyerekek a mennyezet ígérő karácsonyfa körül álltunk, elfogódottan és izgalomtól elmerett szemmel, és sóvár pillantásokat vetve a karácsonyfa alatt felhalmozott ajándékokra, hűségesen elénekeltük a mennyből az angyal összes verseit. Ének után édesapám felolvasta a betlehemi csillag történetét a Bibliából, közösen elmondtuk a karácsonyi imádságot, és azzal nekiestünk a játékoknak, akár karámba szorított birkanyáinak az éhes farkas csorda. Kis idő múltán nagyapám megszólalt, ott, a kandalló mellett, a maga érdes vénember hangján. Aztán tudjátok én, kérdezte, hogy hogyan keletkezett tulajdonképpen a karácsony. Akkor született a Jézus Krisztus, felelte Margit húgom okosan, új babaháza előtt térdepelve, és nagyapánk bólintott rá. Ez igaz. Mert hogy ő volt az Úristen legnagyobb karácsonyi ajándéka az emberi világ számára. De maga a karácsony már régen megvolt akkor. Ha ide jöttök körém a tűzhöz, elmondom, hogyan keletkezett. Köré együltünk a szőnyegre, mindannyian valami új játékot cipelve magával, és figyelmesen lestük a száját. Mert nagyapánk nagyon szép és érdekes meséket tudottam. Hát az úgy volt, kezdte el, miután nagyot cippantott a pipájából, hogy réges-régen, mikor Noé apánk unokái megépítették volt a Bábel tornyát, és annak ledőlte után nem tudták megérteni egymást, mert az önzés összezavarta a nyelvüket. Aki nem volt olyan ügyes, mint a szomszédja, azt ölte az irigység, hogy a másiknak szebb háza van. Aki rest volt megművelni a földjét, az irigyelte azt, akinek szebb búzája termett. És mikor az irigység már igen-igen elhatalmasodott ezen a földön, akkor megszületett benne a gonoszság. A rest lopni kezdett, a tolvaj gyilkolni, és a kéregető rágyújtott a jótevőjére a házat. Addig-addig, hogy egy nap az Úristen odafönn az égben megsugalta az emberek gonoszságát, és rájuk szabadította a sötétséget és a hideget. A nap eltűnt az égről, a vizek befagytak, és nem termett már többé semmi az elrabolt földön. Nagy fázás, éhezés és pusztulás következett be ezzel az egész emberi világra. És mikor már közeledett igen-igen az idő, mikor minden emberi életnek el kellett volna pusztulnia, az Úristen odaintette maga mellé kedvenc angyalát, a világosságot, és azt mondta neki: Eridj le, hűszolgám! Nézz körül a földön! Melyet gonoszsága miatt pusztulásra ítéltem. Vizsgálj meg minden embert, asszony és gyermeket, s akiben még megtalálod egy csöbb kis nyomát a jóságnak, annak gyújts át gyertyát a szívében. Ezt mondta az Úristen, és az angyal alászállott a földre, hogy teljesítse a parancsot. A föld sötét volt és hideg, mint a csillagtalan zimakós téli éjszaka olyan. Az emberek tapogatózva jártak az utcákon, és akinek még volt egy darab a száraz fagyott kenyere, az elbújt vele a pincék mélyére, hogy ne kelljen megossza mással. Egy birka bőrbundáért meggyilkolta apját a fiú, és akinek még tűz égett a kemencében, az fegyverrel őrizte szobája melegét a megfagyóktól. Az angyal nagyon-nagyon elszomorodott, hogy hasztalan járta az emberi világot, mert nem talált benne egy fikarcnyi jóságot sem. Ahogy haladt a dűlők felé a hegyek irányába, összetalálkozott egy emberrel, aki egy döntött fát vonszolt magával kilódva. Kiéhezett sovány ember volt, és csak szakadt rongyok borították a testét, de mégis húzta, vonszolta magával a terhet. Már majdnem összeroskadt a gyöngeségtől. Miért kilódsz ezzel a fával? Kérdezte az angyal. Hiszen a tüzet gyújtanál belőle itt, ahol állsz, megmelegedhetnél mellette. Jaj, lelkem, nem tehetem én azt, felállt az ember. Asszonyom, s kicsi fiacskám van otthon, kik fagynak meg. S anyan gyöngék már, hogy idáig nem jöhetnének el. Haza kell, vigyem nekik ezt a fát, ha bele is pusztulok. Az angyal megsajnálta az embert, és segített neki a fával. És mivel az angyaloknak csodálatos nagy erejük van,
Egyszeriben ott termettek a kicsiny sárból rakott kunyóhoz. Az ember tüzet ragott a kemencében, és egyszeriben meleg lett tőle a kicsiny ház. És mikor egy sápatra éhezett asszony és egy didergő kisfiú odahúzódtak a tűz mellé melegedni, az angyal meggyújtotta az első gyertyát, és odahelyezte az ember szívébe, mert jóságot talált abban. Édesanyám, éhes vagyok, nyöszörögte a gyermek, és az asszony benyúlt a rongyai közé, előhúzott egy darabka száraz kenyeret, letörte az egyik sarkát, és oda nyújtotta a gyermeknek. Miért nem eszed meg te magad a többit? Kérdezte az angyal. Hiszen olyan éhes vagy, hogy majdnem meghalsz. Nem baj az, ha én meghalok, felállta az asszony. Csak legyen, mit egyék a kicsi fiam. És az angyal ott nyomva meggyújtotta a második gyertyát, és odahelyezte az asszony szívébe. A gyermek leharapott egy darabot a kenyér sarkából, majd megszólalt. Édesanyám, áthozhatom a szomszédból két kicsi játszótársamat? Ők is éhesek, és négy tűz a házukban. Megosztanám velük ezt a kis kenyeret meg a helyet a tűznél. És az angyal ott nyomban meggyújtotta a harmadik gyertyát, és odaadta a kisfiúnak. A kisfiú boldogan szaladt ki vele a sötét éjszakába, hogy oda vezesse kistársait a tűzhöz és a kenyérhez. És éppen ekkor érkezett el az utolsó előtti nap, és az Úristen alátekintett a földre, és a nagy-nagy sötétségben meglátott három kis pislákoló gyertyalángot, és úgy megörvendett, hogy az angyal mégis talált jóságot a földön, ha nem is többet, csak hármat, hogy azon nyomban megszüntette a sötétséget. Visszaparancsolta a napot az égre, és megkegyelmezett az emberi világnak. Ezért van, hogy az Úristen minden esztendő végén emlékeztetni akarja az embereket, hogy a gonoszság útja hova vezet. Ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek, a sötétség minden este korábban szakad alá, és minden este későbben távozik. Hideg támad, és befogynak a vizek, és a sötétség uralma lassan elkezdi megfojtani a világot. Mi emberek pedig megijedünk, és eszünkbe jut mindaz a sok rossz, amit az esztendő alatt elkövettünk. És mikor elérkezik a legrövidebb nap, és a világosság angyala leszáll közénk a földre jóságot keresni, mi mind egyszerre meggyújtjuk a karácsonyfa gyertyáit, hogyha az Úristen alá tekint a földre, fényt lásson a földön, és megbocsássa a bennünk lévő jó miatt a bennünk lévő rosszat. Ez a karácsony igazi meséje. Fejezte be nagypapánk, ott a kandalló mellett, azon a régi-régi karácsony estén. De én csak azért mondtam el ezt nektek, hogy tudjátok, és jól emlékezzetek rá. Csak a szívetekben égő gyertya menthet meg, egyedül a pusztulástól.